wanna do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Nagy szeretettel köszöntöm a Tiszavasvári Televízió nézőit. Folytatja a küzdelmeket a Tiszavasvári Quick 2000 kézilabda csapata az NB2-es bajnokságban. Ismételten hazai pályán a Türk Ferenc, illetve Molnár András dirigálta a gárda. És ezúttal a Tiszavasvári sportcsarnokban a Bőcs KSC csapata próbálja megnehezíteni a hazaiak dolgát. A Vasvári mindenképpen győzelemre kényszerül, hiszen ez idáig a tavaszi idényben 2 győzelmet gyűjtött be a csapat, de a jelenleg 11. helyen tanyázó bőcsieket sem lehet igazából arra késztetni, hogy rosszul szerepeltettek volna az első fordulókban, hiszen ahhoz képest, hogy a 11. azaz jelenleg kieső pozícióban állnak a bajnokság táblázatán, itt a tavaszi évadban egyelőre 1 döntetlen és 1 győzelmet jegyeznek, tehát mindenképpen elmondható, hogy a bőcsi csapat jó formában kezdte a tavaszi évadot, de igaz ez a tiszavasvári csapatára is, hiszen ahogy már mondtam, a Hajdunánást láthatták itt a Tiszavasvári Televízióban, és idegenben 26-23-ra győzte a Tiszavasvári, és az előző fordulóban már hazai pályán a Berettyó csapatát sikerült legyőzni 37-25-re. Úgyhogy az előjelek mindenképpen a Vasvárinak kedveznek, de természetesen minden mérkőzést komolyan kell venni, ezt elmondta a szakmai stáb is, nem lesz ez másképp sem, oda kell figyelni, és akkor meg lehet az újabb, nagyon fontos győzelem. Közben már zajlik a csapatok bemutatása, úgyhogy nézzük gyorsan, hogy milyen kerettel vágnak neki a csapatok a mai mérkőzésnek. A Bőcs csapatában 11-es számmal Bukta Roland, 17-essel Pócs Kristóf, 3-assal Rigó József, 5-essel Kovács Dávid, 1-essel Puskás Attila, 12-essel Tárkányi Tamás, 7-essel Nagy Patrik, 13-assal Sárosi Gábor, 14-essel Nánási Csaba, 9-essel Gulyás Roland, 2-essel Juhász József, 4-essel Bodnár Gábor, 6-ossal Király Gyula, 16-ossal Tipoly Benyámin, 8-ossal Pető Patrik Riárd, 15-össel Vadászi Péter alkotja Béres Csaba vezetőedző bőcsi keretét, tehát a mai mérkőzésen. A Sörgyári csapat kispadján ott található még Nagy Attila is. És akkor nézzük a Tiszavasvári csapat összeállítását, keretét a mai találkozót illetően. 1-essel Volosinyócki Róbert, 12-essel Bódor Zoltán, 21-essel a Berettyó ellen lesz szenzációsan védő Bocák Kornél, 2-essel Kovács László, 3-assal Benyusz Kende, 5-össel Kis Krisztián, 8-assal Türk Ferenc, a játékos edzőnk, akint ezúton is köszöntöttek a mérkőzést előtt, hiszen megszületett Türk Ferenc kislánya a hétvégén, egészen pontosan Tamara nevet kapta, úgyhogy gratulál a Tiszavasvári Televízió távja is Türk Ferencnek, aki a mai mérkőzésen is előreláthatólag pályára fog lépni, hiszen nincs benne a keretben Dancs Máté, illetve Dobos Balázs sem, úgyhogy főképpen Dancs kiválása miatt Türk Ferenc játékára is szükség van. Nézzük tovább az összeállítást, viszont akkor 7-essel Fülöp Gábor, 11-essel Gál Lajos, 13-assal Lázár Attila, 14-essel Mezei Lajos, 6-ossal Jávor Dániel, 10-essel Minfői Michel, ő most fog először tétmérkőzésen pályára lépni a vasvárjak színeiben, egy szélső játékosról van szó, aki korábban Hajdunánáson játszott. Mindenképpen érdekes lehet az ő szereplése is. 4-essel Balázs Máté, 17-essel Gazdag Rihárd, illetve 9-essel Nácsa Balázs. A kispadon pedig természetesen ezúttal is Molnár András, illetve Úrunk Nagy Gábor. Hamarosan kezdetét veszi tehát a találkozó. Tiszavasvári piros, míg a vendégbőcsiek majd sárga felszerelésben, ez a szerelésben lépnek egészen pontosan pályára. A találkozó játékvezetője pedig Acél Attila Zsolt, illetve Paulovics Zsolt lesznek. Tiszavasvári tehát, aki nem tudná, továbbra is első helyen a bajnokságban, 10 győzelem mellett 3 veresége van a vasvári együttesének, és ez összesen 20 bajnoki pontot jelent. A Bőcs pontosan fele ennyit, 10 pontot szerzett eddig, 4 győzelme mellett 2 döntetlen, illetve 7 vereség szerepel, de ahogy mondtam, a tavasszal meglehetősen
kapcsán sajnos egy rossz hírt is közölnünk, ugyanis a mai napon tragikus hirtelenségben 63 éves korában elhunyt Tóth Attila, játékvezető, versenybíró is, évekig volt a Borsod megye egyik kézilabda szövetség titkára is. Emlékért egy perces névhagyját feladózunk. Nyugodjon békében! És közben azért is hallgattam el egy gyász szünet, következik Tóth Attila emlékére. Tóth Attila Borsod megye illetékességi volt, és a játékvezetői bizottságban is szerepelt, hogy esetleg hallhatták. Itt 63 éves korában hújt el, úgyhogy gyászszünet tehát. Illetve is az előbb egy hibát követtem el, hiszen a Vasvári mégsem pirosban játszik, hanem fekete szerelésben. Ez csak azért mondatta velem, hogy piros fölsőben volt melegítéskor a Vasvár, de levette hirtelenjében minden játékos. Úgyhogy most már egyértelmű, tehát a Vasvári kezdhette a találkozót, és már is benyúszna a labda, aki elhagyja, úgyhogy jöhetnek a vendégek az ellen akcióval. Kicsit kisodródik a vendégjátékos, a Vadászi, visszajátsz a Rigónak. Ő pedig most már továbbadja is, felállhat támadásba a vendég együtt. És a Vasvári hatos falat védekezik, de hogy a Peretyó ellen ezúttal is Nácsa Balázs megpróbál zavaróba kilépni, közben egy remek blokkolt labda, és utána az irányindítás, és az első kimaradt helyzet Fülöp nevéhez fűződik. Kiválóan védett Puskás vendégek kapusa Türknél, most már a labda időközben kis le a szélre, Mezei teljesen üresen, ez is kimarad, de jöhet a 7 méteres szabálytalanság előzte meg Mezei betörését. Sárosi Gábor volt egyébként a tettes. Kis Krisztián pedig az ítélet végrehajtó lehet. Egy M1-T-s, és megvan az első gól a mérkőzésen. 7 méteresből Kis Krisztián eredményes tehát. Ahogy mondtam, a vendégek jól kezdték, tehát a tavaszt 28-28-at játszottak idegenben a Hajdúböszörménnyel, majd hazai pályán 4 góllal legyűrték a Hajdunálás együttesét is. Úgyhogy azért mindenképpen figyelni kell a Bőcs csapatára a mai találkozón, de azt gondolom, hogy ez a találkozó egyértelműen a Vasvárin fog múlni, és reméljük csak a győzelem aránya lesz a kérdés a mai nap. A hazai pályán kötelező a győzelem a borsodi együttes ellenében. Egy egyéni akció, aztán belemenés. Nagy Patrik volt szabálytalan, megint rossz az indítás, meglehetősen kapkodva kezdünk. Vezet ugyan egyelőre a Vasvári 1-0-ra. Nagy Patrik tovább teszi a szélre. Kis Krisztián szabálytalankodik, és megvan a mérkőzés első sárga lapos figyelmeztetése is. Támadás védekezésben ezúttal is egyet cserél a Vasvári. Türk Ferenc ugye támadásban van pályán, míg Kovács László védekezik hármasban. Le is tarolja ezúttal a vendégek beállósát, annak rendje és módja szerint. Pócs került a földre. Egy lövőcsel, aztán egy bejátszás, ez is a Vasvári élesz. Kovács indul el, Kovácsot pedig letaglózza Király Gyula. Besárgul ő is. Gondolom a kedves nézőknek is átjön megint az a atmoszféra, amely itt uralkodik a Tiszavasvári sportcsarnokban. Ezúttal is szép számú közönség jött össze arra, hogy buzdítsa a Tiszavasvárit. És a nomád harcosok nevezetű formáció ezúttal is kitesz magáért, és varázslatos hangulatot teremt itt a Tiszavasvári sportcsarnokban, és varázslatos hangulatot teremt Benyusz Kende is ezzel az egyéni akcióval, hiszen 2-re növeli a Vasvári csapat góljainak számát. A
4 perc telt el a mérkőzésből, és nem dobott még gólt a bőcsi csapat. Egy bejátszás, és ez 7 méteres lesz. Be tudott már vele fordulni Pócs. Ki most nem Kovács László mellett próbálkozott, és itt nagyobb is volt a sikerője, tehát a büntető. És Bocák beleér még ugyan, de nem tudja már megakadályozni Sárosi lövését. Türk. Benyúsz a bejátszás, még összeszedi valahogy, tudott és be is dobja. Nehezebb helyzetben volt Fülöp, de ezúttal remekül fejezte be az akciót, közben egy ütközésben a falban. Király keveredett oda be a vendégek irányító átlövője. Felváltva a Nagy Patrikkal ebben a pozíció, most éppen Nagy Patriknál a labda, most Király Nagy egyedül indul el, betörik ott, betörött egészen pontosan, de szabálytalanság. Lácsa akadályozta benne, aztán most már Kovács védekezik Rigóval szemben, kőkeményen, Nagy, és egy labdaszerzés, nagyon átlátszó volt, Benyusz egy az egyben indulhat, begyalogolt vele, és kihagyja az ígyszert. Nagy kár. Sokadik kimaradt zicserünk ezen a találkozón. Ami jó, hogy még így is vezetünk. Bőcs is hibáz. Sárosi hagyta ki a jobb oldalról a helyzetet. Fülöp. Benyúsz. Kicsit dekoncentrált a Vasvár, de hát a múltkor is nehezen indult be. Nem volt gyártás a Berettyó ellenében. Mezei. Kis. Benyúsz. Remek a figura Mezeinek, és megint csak nem lesz hetes, már majdnem elkiabáltam. Sárosi. Tette oda a fenekét egy pillanatra. Általában hetes szokott eredményezni, de ez egy kicsit most talán rá is játszott, hogy kipattanott összeszedi, és már lenne a lába, belépett sajnos, úgyhogy jöhet a Bőcs. Király teszi tovább a labdát, aztán ő hozzá kerül megint csak vissza, Sárosi, és most már a félpályánál Nagy Patrik Rigónak, és akkor rendezik a sorokat a sárga mezesek. Egy bejátszás, az viszont megint 7 méteres, Pócs kapta kiváló ütemben ezt a passzot. Úgyhogy jöhet a büntető. Sárosi ezúttal is a labdával. Vele szemben pedig Bocák. Ez a hatalmas gólt vág Sárosi. Egyelőre ő tudott csak eredményes lenni a bőcsiektől, és ő is. Két a ízben, 7 méteresből. Három kettő mindig a Vasvárinak. Benyúz, blokk és a kapufa közösen hárítanak. Jön az indítás, teljesen üresen maradt a vendégek. Szélső játékos a Vadászi, kiegyenlíti a mérkőzés állását. Türk, Mezei. Nehezen tudja csak összeszedni, pedig eddig rendre megjátszható. Mezei Lajos a szélen. Jól összerántja a falat. Elsősorban Türk és Kis. Türk egyedül, és nagyon okos gólt szerez. Első gólja Türk Ferencnek. Az ifjú édesapának, tehát a hazai találkozó 9. percében, az előző fordulóban egyébként egészen szenzációs teljesítményt nyújtott Türk Ferenc, és 8-szor tudta bevenni a Berettyóiak hálóját.
Vendégtámadás, Király, hatalmas kapufa, és jöhet az indítás, egy az egybe mehet, Nácsa, és be is dobja. Bravo Nácsa Balázs, tökéletes helyzet kihasználás, legalábbis ami őt illeti, hiszen a játékosunk már hagyott ki zicsert egyelőre, a vendégek is azért jócskán mellé szórják a labdákat. Egészen messze gurult a labda, úgyhogy Benyusz Kendének labdaszerűt is kellett játszania. Megtámasztották a levegőben Türk Ferencet. Jöhet a szabad a szaggatótról. Kis. Benyusz, Kis Krisztián, Türk megint a labdával, nem jó a bejátszás, és jöhet a labdaszerzéssel. Hoppá, mekkora védés Bocáktól, Kovács Dávid zicserét hárítja. Kovács Dávid elsősorban védekező játékos, nem szeretné megbántani, de ez látszott is egy picit az iménti lövésén. Eléggé határozatlan volt, de hát ott volt Bocák Kornél, aki teljesen megbabonázta a vendégek játékosát. Türk egyedül. Sikerült majdnem két játékos is befűznie. Végül pócsonakat fent, aztán Mezei kapja a széleni, és az ejtés majd a 7 méteres következhet. Fel tudott még nyúlni a vendége, kapusa Puskás, de megint csak szabálytalan volt a bőcsi védelem Mezeivel szemben, és Kis Krisztián áll oda megint elvégez az ítéletet, véd Puskás, de nálunk a labda, sőt, nem, nincs sőt, nem jut el a labda Kis Krisztiánhoz. Öt három, kettősen sok továbbra is a kimaradt helyzet mindkét oldalon. És egy lépéshiba időközben, Rigó topogott bele, nem fért már bele ez a negyedik lépés. És tovább, remek a támadás, és ezúttal is véd Puskás. Meg kéne nyugodni. Probléma. Talán túl sok volt a max. Most már jöhet a vendégcsapat. Vadász, illetve Rigó játszottak össze, de most már nála a labda. A bejátszás, illetve az átadás, és fennakad Király. Nagy. Király. Királynak kipattan a kezébe a labda, aztán visszaszeri ügye bajjal. Bent van védekezésbe. Egyébként Jávor Dániel is. Rigó. Remekül védett. Ezúttal is Bocák. Jávor. Jávorról akadályozzák, aztán betör Jávor és hetes. Tartózhatatlan volt Jávor Dániel. Öt háromas hazai vezetésnél következhet ezúttal a 7 méteres elvégzésével
Fülöp Gábor. Na nézzük, be kéne már végre dobni, se sincs bent, elképesztő. Milyen rossz százalékkal értékesítjük a helyzeteinket, hát 7 méteresekről nem is beszélve. Rigó. Megtaszajtották a vendégek átlövőjét. Rigó. És egy elélőtt labda, de 7 méteres lesz. Azt gondolom Jávor lökte a levegőben királyt, úgyhogy jöhet egy vendégbüntető. Közben Jávornak elkönyvelem kisbüntetést. És akkor az eddig hibátlanul tüzelő Sárosi jöhet. Ezúttal már nem hibátlan 7 méteresből. Remek védés mutatott be lábbal. Mocár Kornél, ki ezúttal is kiválóan védi a Vasvári a kapuját. Benyusz, Kis, Nácsa, Mezei, teljesen egyedül, ember hátrányban vagyunk, ne feledkezzünk meg róla Jávor kiállítása miatt. Kis, így is bemehetett volna, mert talán Mezei. Kezd passzívá válni a játék, fel is emeli az egyik játékvezető a kezét. Szabálytalanság. Hamarosan el kell dobni. Nem lennék meglepődve, hogyha a Benyusz vállalná el, aki az előző mérkőzésen kiválóan egy kínaira is. Bizonyát a szabálytalanság volt. Is ment volna fel a kínai figurára. Bőcsi csapat azt gondolom még túl is járt azzal, hogy itt nem kapott 7 méteres a Vasvári. Kis, egyedül, sok lesz már, de szabálytalanság megint rájöttek a kezére. Na, ki fogja eldobni? Benyusz, és most már elveszik. Sok volt. Hoppá, de jó jött be a padról. Kovács Laci, ott a labdaszerzés. Azért meg fogjuk húzni ezt az ember hátrányos szituációt is. 5-3 a Vasvárnak, de a játék az nagyon döcögős, azt kell, hogy mondjam. Kürt viszont nem annyira, nem komótosan, hanem ellentmondás nem tűrően. Csinálta meg ezúttal is a cselt, és a lövés is jóra sikerült. És közben egy védés. És egy szabálytalanság. Mezei vagy Kovács. Mezei vállalja magára, azt gondolom. Hát alig egészültünk ki már is. Ember hátrányba kerül. Ismételten a csapat. Rigó ezúttal a büntetővel. És Rigó el patintja Mocák mellett. Rigó József első gólja a mérkőzésen, egyébként a leggólerősebb játékosa jelenleg, mármint nem ezen a találkozón, hanem a bajnokságban a bőcsi csapatnak, és a csapat őszi mérkőzésén is ő volt a legeredményesebb bőcsi részről, ezt majd talán a következő játék megszakításnál elmondom. Bent sétálgatott büntető területen belül Fülöp, úgyhogy nem volt gól, aztán a vendégek is rontanak. Nem rontotta, csak visszarendeli a játékvezető a szabad dobást. Hat négy a Vasvár javára, és 18. percben jár, nagyon kevés a gól eddig a találkozón. Rigó, megint csak ellépte Rigó. Jöhet az indítás, Fülöp remgy az egyben, és ezt most már bedobja Fülöp Gábor.
Ha ide kellenének ezek a könnyű indítás gólok. Jó, eddig nagyon megilletődötten játszik a találkozón, és közben egy szép gól viszont, apról, középről, Nagy Patrik eredményes, 7-5 szóval, az előbb el akartam mondani, és most meg is teszem, az őszi mérkőzésen Bőcsön a vasvári 32-22 arányban tudott nyerni, akkor a bőcsi csapatból 8-szor volt eredményes Rigó József, a vasvári csapatból pedig a ma sérülés miatt hiányzó Dancs Máté, tudott a legeredményesebb lenni a maga 12 találatával. Őrköz időközben megint csak egyedül. Hihetetlen milyen energia lakozik még mindig Türk Ferencben. Remek a bejátszás, és kár, hogy kimarad megint az ígyszer. Ajtóablak helyzetben a szélső befutás pedig kiváló volt Fülöptől. 7-5. Közben egy hasonló figurát mutatott be a Bőcsi csapat is. Kovács Dávid lopakodott be szélső helyéről. Bár ő azért maradjunk annyiba, hogy beálló. Nincs meg a labdá, azután a Bőcsének Kovács nem tudta megszerezni, figyelni kell. És lemaradt három vendégjátékos is, Kovácsot pedig bedarálják, és 2 perc. Rigó. Kénytelen leülni 2 percre. Úgyhogy most már ember előnyben a vasvári. Mezei visszajöhetett, ugyebár is. Azzal, hogy Rigó kivált, létszámfölényben vagyunk. Ajaj, kicsit tanástalan volt. Tüntetnek is rendesen a bőcség, de csak lépés gyanú volt. Mindenesetre nehezen birkózunk meg ezzel az ember előnnyel. Nagyon felpörgött védekezésben a bőcs. Benyúsz, kicsit többet kéne lábbal dolgozni. Kis! És 7 méteres lesz, hiszen ellen volt már a lába kis Krisztiánnak. A gól érvénytelen, viszont őket adta át a 7-es. Több mint 1 perc még Rigó József büntetéséből. Ha Nácsa Balázs értékesíteni ezt a 7 méteres, akkor még simán maradna a lehetőségünk arra, hogy tovább növeljük az előnyt. Ember előnyünk tudatában. Na de hát először be kell dobni ezt a 7-est, hiszen eddig ezzel a meglehetősen meggyűlt a bajunk. És Nácsa Balázs ezt is remekül megoldja. Második gólja Nácsának. Egyet akcióból szerzett, ez pedig tehát büntetőből. Helyzet kihasználás nála egyelőre 100%. Nyolc-öt találkozó állása. Továbbra is remek a hangulat egyébként itt a tiszavasvári sportcsarnokban. Bejátszás ezúttal sem jó, és remek a labdaszerzés, és ott van már Mezei. Mezei ezt pedig most már bedobja.
első gólja a mai nap Mezei Lajosnak. 9-5 szerintem az eddigi legnagyobb különbség, nem emlékszem még, ugyanis hogy 4-jel vezetett volna a Vasvári a mai nap folyamán. Ezt a statisztikát nem vezetem a lapjaimon, úgyhogy elnézést, ha esetleg tévednék. Közben egy újabb kiállítás a vasvári csapatból, Kovács László. Ő még nem volt ma kiállítva. Rigó és Bocák. Rigó ezúttal is eredményes. Második gólja, igaz, mindegyik 7 méteresből. Hát ezeket is be kell dobni valakinek. Ember hátrányban a tiszavasvári, és Türk külön ember fogót kap. De így is meg tudjuk oldani, mi az, hogy szenzációs gól, szenzációs akció. Mezei Lajos pedig második gólját szerzi. Üresen maradunk, aztán remek, hoppá! És még így is sikerül, pedig Mezei ott fekszik bent, és zavarta egy picit Bocákot, úgyhogy szegény Mezei Lajos, egy kicsit sajnáltam, ha megkiporta volna Bocák, de hát remek volt a védés. És ott az újabb gól, beindult a vasvári henger. Türk Ferenc újabb gólunk szerzője, és ráadásul ember hátrányból, ezt nem is hangsúlyoztam még ki. Az előbb is úgy született, és ez is, hogy eddig jól kijövünk. Ebből már nem annyira. Kovács Dávid eredményes a bejátszást követően. 11-7. Na most vajon mi történik? Zsűri asztalnál alakult ki valami. Megképzelhető, hogy a az óra nem jól működött, vagy a kiállításból hátra levő idő. Most már úgy néz ki, hogy rendben minden. Hat és fél perc egyébként még a hátralevő idő az első játékrészből. Benyusz. Mezei. Mezei nagyon lendületesen játszik. Ami viszont rosszabb hír, hogy kis Krisztián most már percek óta nincs a pályán, és jól látom, akkor bokájával vannak problémák, folyamatosan próbálják ápolni. Nagy probléma lenne, hogyha ő sem lenne egészséges a későbbiekben. Egy egyéni akció és egy kapufás gól, szerzője Nagy Patrik. Mezei. Sárosi akadályozta. Ezúttal Jávor bent irányítóban, mert Türköt továbbra is tartják. Nagyon jó a bejátszás, és ott van az újabb Nácsa Balázs gól. Kiváló labdát kapott Benyusztól. Megint csak ellépi, nagyon meggyűlik a baja a lépésekkel. Felugrik, aztán utána leesik rendre, és nem dobja el időközben a labdát, nem is pattintja le. Ez plusz lépésnek számít. Harmadik ilyen technika hibája már Rigó Józsefnek.
fülöp. Ne nyúsz! Hoppá, hogy sikerült összeszedni a labdát Jávornak. Nem adják meg. Nincs gól bizony, lent volt már Jávor lába, pedig hihetetlenül szemfüles volt Novasváriak játékosa. Ezt a lecsorgó labdát nehéz volt valóban összeszedni, főleg úgy, hogy ne érjen le a lába játékosunknak. Maradt át a 12-8-as mérkőzés állás. Új játékos a pályán a vendégeknél. Kukta Roland nem megy a szélre játszani. Rigó, király. Nagy, aztán megint király, vissza Nagynak. A bejátszás az remek figura, Sárosi marad, de kihagyja a helyzetet. És nálunk a labda. Benyúsz. Jávor, egy az egyben. Lerántják, meglökik játékosunkat, ugye hát a szaggatottról a Tiszavasvári. Türk elszabadul most egy pillanatra hűséges őrzőitől. Ismételt szabaddobás. Benyúsz. Egy átlövés, óriási Benyúsz gól. Na ez hiányzott már, azt gondolom, egy igazi, klasszikus átlövés. Második gólja Benyúsz Kendének. És egy 7 méteres. Sikerült megtartani ezúttal Pócs Kristófot. Pócs kiharcolta tehát a büntetőt, és Rigó végezheti el, és Volosinócki a kapuban. Majdnem beleér. Sikerült még fölhúzni a csuklóból Rigónak. 3. találata ez Rigónak. Benyúsz jön megint, kipördül a labda a kezéből, és így jöhetnek a vendégek. Na mi lesz? Gól. Már Sipszót hallottam volna, Sárosi minden esetre gólt szerez. 13-10. És időkérés, Molnár András tette le az időkérő táblácskát a zsűri asztalra. Amíg az időkérés zajlik, addig elmondanám a kedves nézőknek, hogy milyen eredmények születtek már eddig a bajnokság 14. fordulójában, hiszen 3 meccsnek már vége. A Deac hazai pályán kikapott a Fehérgyarmattól 2 góllal, 23-25 lett a mérkőzés vége, így a Fehérgyarmat 3. helyen jelenleg a bajnokság táblázatán, és a Vasvári egyik legnagyobb üldözője, a másik ugye a Miskolc, amely a mai nap folyamán játszik vasvári mérkőzéssel egy időben hazai pályán a Berettyó csapata ellen. Hajdúböszörmény hazai pályán 27-31-es végeredményt játszott, illetve mérkőzést játszott a Mezőköves csapata ellen. Itt a kövesdiek idegenben nyertek, a kövesdiek feljöttek ezzel a győzelmel a 4. helyre, megelőzvén a Berettyó csapatát, bár ők még egyel kevesebb mérkőzést játszottak. És a Hajdunánás hazai pályán begyűjtötte a 2 bajnoki pontot, 28-27-re hatalmas küzdelemben tudták fölülmúlni a kazincbarcikai csapatot. Hánásiaknak égetően szükségük volt erre a 2 pontra, hiszen így is még az utolsó pozícióban vannak, de nagyon tömör a bajnokság. És egyelőre ott az utolsó pozícióban, egy hátsó régióban is nagyon nagy a tülekedés. Közben Mezei marad most már egyedül, és Mezei bevágja ezt a zicsert.
lassan belépünk az utolsó percébe az első játékrésznek. Rigó lövését védi Bocák. Továbbra is csak 7 méter eredmény, 7 méteres eredményes Rigó. Több mint egy percünk van még, úgyhogy ráérünk nyugodtan ezt a támadást. Fékezvén ide, de Fürk siet. Sajnos nem ment be. Pedig a nehezét már megoldotta a Türk. Ez egy kiváló indítás, és ezt is kivédi Bocák. Sárosinak sem sok öröme van egyelőre. Hoppá, ez magas lesz bizony. Mert azt gondolom, hogy szabálytalankodtak Türkkel szemben. És egy újabb időkérés, ezúttal Béres Csaba folyamodik ez az eszközhöz, hiszen fél perc van még a találkozóban is. Fontos lehet a bőcsieknek is, hogy gólt szerezzenek még a hátralevő időben, hiszen 14-10 találkozó állása. És hogyha gólt tudna szerezni a borsodi csapat, akkor azért igencsak pályán lennének még a mérkőzésben, lennének a későbbiekben. Míg a Rádió Miskolc csapata a Berentyó Veveselményteső fogadta, 13-9-es fél idő után 26-23 arányban győzött, úgyhogy tovább folytatja a küldözésünket. Időközben a helyi műsor közlő Losonc Zoltán is elmondta, hogy befejeződött már a Miskolc-Berettyóújfalu mérkőzés, amelyen a Miskolc 3 góllal tudott győzni hazai pályán. Az imént említettem pont ezt a találkozót. Ez azt jelenti, hogy pontszámban jelenleg akkor utolérte a Miskolc a Vasvárit. 20 pontja van a miskolciaknak is, na de a Vasvárinak ez a mérkőzése ugye még nincsen jóváírva. Reméljük megmarad a 2 pontos különbség. Egyelőre jó utoljára Vasvári, de a Bőcs még nem tett le arról, hogy megnehezítse a Vasvári dolgát. Hosszú lesz az indítás. Hoppá! Nem volt már sajnos mezei lába. Megint csak egy zseniális megoldás. Van még idő? Van. És egy gól. Az utolsó másodpercekben Kovács Dávid köszítette át a labdát Bocák fölött. 14-11. Egyelőre tehát 30 perc játékot követően a tiszavasvári Quick 2000 Bőcs KSC kézilabda mérkőzés állása. Egy rövid szünetet követően innen folytatjuk. Do my own thing, but I think I followed a trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Sor kezdődjék hamarosan a második játék rész. Tiszavasvári Bőcs kézilabda mérkőzésen a csapatok már kezdésre készen várják a folytatást. A mérkőzésen 14-11-ről folytatódik majd a találkozó, hiszen 3 gólos előnnyel bír a hazai együttes. Azon a találkozó finoman szólva sem játszik eddig lehengerlően a tiszavasvári csapata, de hát ez a Bőcs ellen még egyelőre belefér. Minden esetre nem lenne jó magunkra húzni még inkább a borsodi csapatot, hiszen ahogy mérkőzés elején már elmondtam, azért nincs rossz szériában a Bőcs, úgyhogy bármi megtörténhet. Kézilabdáról van szó ugyanis. És itt is, ahogy szokás mondani, a sok kihagyott helyzet megbosszulhatja magát. Reméljük, hogy koncentráltabb lesz a Vasvári a második játék részben. Kis időközben jól kimondani újra pályán, és Kis kihagyja az ittszert. Sárosi robog most már, és Sárosi megszerzi a 12. gólját a vendégeknek. Benyusz. Türk.
Nácsa irányába, de nem vette ezt meg Kovács Dávid. Türkcselez. Benyúsz, remek a szélre a labda, és kimarad ez is. Fülöp adja ki a helyzetet, de úgy is lehet fogalmazni, hogy szenzációsan védett a vendégek kapujában. Párkányi Tamás. Kihagytak egy helyzetet időközben a vendégek is, és közben Kovács próbálkozik egy az egyben. Aztán jön helyette. Türk Kis csak ijeszget. Benyusz. Türk. Picit lassan mozgunk, azt gondolom, aztán most megpróbáljuk felgyorsítani. Türk megtalálja a rést a falban, de ezúttal is véd Tárkányi. Aztán visszaszerezzük a labdát. Egy láb. Nem volt szándékos. Minden esetre Királynak pattant a lábfejére a labda. Király ráncigálja ki a labdát Türk kezéből. Nem dobtunk még gólt a második játék részben, és most már lassan 3 perce folyik a játék. Kis esett rá Király Gyulára. A játékvezetők pedig törlést kérnek egészen. Párás a levegő most itt a Tiszavasvári sportcsarnokban, valóban és meglehetősen meleg van. Hát nagy a küzdelem is. Színvonal hagy némi kívánivalót maga után, azt gondolom, ezen a találkozón, de igyekeznek a játékosok. És közben Türköt akasztja meg Pócs. Benyusz. Türk. Nincs csak egy láb, Sárosi miért hozzá. Nem se jön elvégezni szaggatottról a szabad dobást. Benyusz, svéd Tárkányi egészen szenzációsan szelt be a mérkőzésbe a vendége kapusa. Nem védett rosszul egyébként az első játékészben Puskás sem, de Tárkányi lehet mondani még kiváló. Remek a blokk, Benyusztól is lehet indulni. Kéri is a labdát Fülöp, de egyelőre nem lehetett megjátszani, úgyhogy visszafordította az akciót Kis Krisztián. Is. Jól védekezik a második félidő elején egyelőre a Bőcs. És tényleg nem lenne jó lehitetni. A sárga mezesekkel, hogy ezen a mérkőzésen van keresni valójuk. Mert akkor itt még egészen nehéz is lehet a végjáték. Hoppá! 7 méteres, és azt gondolom talán egy-két perc is beleférne. Bizony ott is van. Király lépett be nagyon rosszkor mezei elé. Benyusz végezheti el ezúttal a büntetőt. És vele szembe eddig a brillírozó Tárkányi. És ezt is kivédi. Hóha! Bizony, bizony, ha nincs koncentráció, akkor bármilyen mérkőzés nézhet. Ott az 2-es kézilabda bajnokság északkeleti csoportjában. Ahogy már korábban is mondtam, meglehetősen tömör a bajnokság táblázatán a hátsó régiója is. Nincs kifejezetten gyenge csapat ugyanis ebben a bajnokságban. Yeah.
Vigo. Remek a blokk. Nagy. Kis Krisztián fogja meg, és két perces kiállítás. Hát ez nem gondolom, hogy ütés lett volna. Az egy csapatból ötös számmal Kis Krisztián. Valóban faltnak tűn, de kicsit túlzottnak érzem most ezt a két perces kiállítást. Az öt ellenében, hiszen tart még Király kiállítása is. És feljöhet egy gólra a Bőcs. Egy szélről Sárosi, és belép most már. Mármint a vonalra, de egyébként sem ment be. A játékvezető pedig visszafújják. Kéne nagyon a gól, hiszen most már majd 6 perce. A második félidő, és továbbra sincs még gól Vasvári oldalról. Türk. Jó a bejátszás, és Násánál van ma a legjobb helyen a labda. Negyedik találata ez, és a legeredményesebb tiszavasvári játékos. Nagyon kellett most már ez a találat, egy picit megnyugodjanak a srácok. Király. És 7 méteres lesz, belül védekezett már Mezei. Rigó végezheti el a 7 méteres. 7-es még nem rontott ma Rigó egyébként. Ezen kívül meglehetősen harmatosan játszik, de a 7-eseket nagyon magabiztosan értékesíti. És Rigó harmatos játékát értelemszerűen azt gondolom, hogy saját eddigi játékához hasonlítva mondom. A bajnokságban, ahogy említettem, már a legeredményesebb játékosa a bőcsieknek. Penyusz. Akad, és ott maradt Türk, aztán mégsem sikerült bemenni két ember között. Ezt a Rigó ráncigálja meg. Benyusz Kendét. Türk. Mezeihez. Mezei megint csak fennakad Sárosin. Sárosi az gondolom, hogy nem foglalta el most sem a védő pozícióját. Időben egy elhajlás, és Krisztián reklamál. Bent van a játékvezető keze is szélről, és Fölip pörgeti a labdát. Kiszorított helyzetben. Majd bejátszás, és bal kézzel szedi össze Pócs Kristóf a gól szerzője. Hát ezt mondtam, felbátorodott a Bős, és nagyon lelkesen játszik a vendégegyüttes, akikkel jól látszik az, hogy mérkőzésben vannak, és egyre lelkesebben játszanak. Egyre kritikusabb. Húppá, közben Kis Krisztián találta telibe Türk Ferenc. Úgyhogy közben lerántották Türköt. Szokták mondani, szegény embert még az ág is húzza. Kis Krisztián folyamatosan reklamál a játékvezetőknél. Itt egyelőre ez a mérkőzés azért nem Kis Krisztiánról szól. Amúgy, mint a Berettyó ellenében, emlékezhetek még a kedves nézők, amikor nagyon-nagyon megszórta magát. Irányító átlövő játékosunk. Közben egy vendégjátékost is ápolni kell.
nem jól alakul a mérkőzés. 15-14, egy gólra zárkózott fel a Bőcs. És korán sem jó hazai szempontból. Közben Rigót kísérték le a pályáról, aki meglehetősen nehezen áll lábra. Rigót ápolják, úgyhogy nem folytatódhat a játékcsere értelemszerűen a vendégeknél. Ha jól látom, akkor Bodnár állt be a pályára védekezni Rigó helyett. Türk, kis, benyúsz, kéne már egy jó kis átlövés, gól, így is jó lesz, és ez hetes. Király Gyula védekezett, hatoson belül. De legalábbis nem szabályosan most már abban azért, hogy kételkedem, hogy belül volt-e, vagy nem, na kis Krisztiántól. Nem kis Krisztián, Nácsa végezheti el. És Nácsa ezt is belobja. 5 gólos Nácsa Balázs. 16-14. Király. Nagy. Nagy egy az egyben, mellé dobja. Nem volt szabálytalanság. Kovács, Kisnek, Mezei egyedül, és a kapufa a fenébe, hogy nem lehetett megint bedobni. Már elnézést kedves nézőktől, de borzalmasan sok a kimaradt helyzet. És ráadásul nem volt szerencséje Fülöpnek sem. Nincs szerencség sem a kapusa, ez a kapufa is ez a Tatárkányival volt. Nagy tovább Királynak. Király fennakad. Kis Krisztián, jó volt ezúttal a védekezés. Sárosi. Nagy Király. Elindítják a figurát a vendégek. Bodnár. Akad fenn Nácsa Balázson, aki ezúttal is remekül védekezik. Hoppá, ott a labdaszerzés. Be kéne most már srácok dobni a helyzeteket. Például így, de nem megy versen. Hiába mondom, hogy például, na talán majd most. Mezei, ez bent van, úgy is van. Negyedik gólja Mezei Lajosnak. 17-14, picit megnyugodhatunk. De azért nem túlságosan. Bodnár. Nagy. Király fordítja vissza a labdát. Aztán Bodnár indul el egy az egyben. Boldog ugyan Bodnár, de belefújtak már a játékvezetők. Bejátszás. Nem tudja összeszedni Sárosi, aki a szélső helyéről futott be. És időkérés. A vendégek kérnek időt. 3 góllal vezetünk tehát. Ameddig az időkérés zajlik, elmondom, hogy a két csapat juniorjai már megmérkőztek. Korábban is itt 33-22-re tudott nyerni a tiszavasvári csapata. Pontot szorgoskodott eddig össze junior csapatunk, és így 2 pontra megközelítették a Berettyó csapatát, már ők még egyel kevesebb mérkőzést játszottak. Mindenképpen szorosan alakul a
fiatalok bajnoksága is, hiszen az első öt helyezett között alig van különbség. Bőcs egyébként a utolsó helyen található a bajnokságban már, ami a juniorokat illeti. Még az időkérésnek, úgyhogy most már koncentrálhatunk a nagyokra, hiszen nem könnyű a mérkőzés. A második félidő 13. percében járunk, és 3 Tiszavasvár előnél talán egy picit többen bizakodtunk, de egyelőre nem alakul minden jó. Közben egy újabb sérülés a vendégeknél. Perigó viszont visszatérhet a pályára kisebb pihenő után, szóval pedig nagy kényszerült leülni. Egy helyzet, a hat, ez Csemege. Remek védés volt. Buktarol adhagyta ki a helyzetet. Bocák egyszerre csak felnyúlt a semmiből. Türk. Benyúsz. Kovács Dávid szeretgette egy picit meg Benyúszt. Aztán közben egy betörés és gól. Ferenc negyedik góljánál tart most már. Hatalmas kiáltás, ezúttal is Kovács Dávid a főszereplő. Nagyon vehemensen játszik, mind támadásban, mind védekezésben. Kovács Lászlóval. Találkozott az imént. Sikerült még bele paskolni a labdát, sőt bele is sikerült. Irányítani nem tudta már Bodnár. Krisztián előtt, Sáros és Király védekezett ezúttal kiválóan. Kis csak ijeszget, Türk, Benyusz. Nagyon vannak átlövéseink sajnos a mai nap folyamán. Kis sincs igazából formában, és Benyusz is nagyon keveset vállalkozik. Az a Türk kísérlet sem lett végül eredményes. Hoppá, aztán kicsit soknak tűnhetett. Aztán sikerült beforgatnia valahogy. Ez egy nem. Azt mondják, hogy belépett már a fordulás követően Kovács Dávid. 18-14 és a második félidő felénél járunk, tehát a mérkőzés utolsó negyedébe fordulunk. Türk a bejátszás, és az első kimaradt helyzete a találkozón Nácsa Balázsnak. 6-ből 5. És azt gondolom, a vasvári csapatból a mai nap folyamán a legkiválóbb helyzetkihasználás. Hát a lövő százalék. Vigo. A bejátszás. Fülöp sanyargatta Buktát, aki próbált középen helyzetbe kerülni. Aztán Rigó megy el. Rigó kezét pedig megfogja kis Krisztián, és második két perces büntetése ez játékosoknak. Ember hátrányban vagyunk tehát ismételten.
Rodrigo átjött most a jobb átlövő pozíciójába. És közben szélről szerez egy gólt, bukta első gólja. 18-15, továbbra is tapad tehát a Bőcs. Türk. Lenyúlsz. Nem jó a bejátszás, de meglökték Türk Ferencet. Lenyúlsz. Pattoltat, aztán ott maradt Fülöp. Fülöp nagyon kevés labdát kap itt a második játék részben. És mellé durrantja, közben Benyusz is. Rigó hozza fel a labdát Sárosinak, Rigó át passzolja a túloldalra, most már ismételten pályán nagy Sárosinak, de remekül védekezik lábbal ezúttal a Vasvári, aztán kiözve valahogy mégis bemegy Bocák feje fölött. Szokták mondani, szemek közé kapta ezt a lövést Bocák Kornél. Nagy Patrik egyébként a gólszerzője, elnézést is kért nagyon sportszerűen a Bocáktól, pedig jó védekezett a Vasvári, de megtalálta a rést a pajzson. Ezúttal Nagy Patrik a vendégek 7-es számú játékosa. Nehéz meccs továbbra is, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rapszódikus a vasvári teljesítményre. Vannak jó momentumok, de nem folyamatos a jó játék, és ezt egyre inkább kihasználja a vendég Bőcsi együttes, akik nagyon lelkesen és harapósan játszanak ezen a találkozón. Benyusz, Mezei. Egy időközben kiegészülünk is Krisztián pályán. Türk, Benyusz. Kis. Fogja őt Rigó József. És időkérés. Molnár András megelégeli a dolgot. Jól látszik egy picit a tétlenség vasvári csapatán. Támadásban is akadozunk, és bizony jól látszik Molnár András. Mondom, hogy nem elégedett a látottakkal ezúttal. Megpróbálja elmagyarázni a srácoknak, hogy mit is kéne változtatni a hátralevő időben. Szavasvári egyébként majd következő fordulóban, az a 15. körben Kazincz Barcikára fog látogatni március 13-án vasárnap, és a következő hazai mérkőzés, már is elmondom, hogy március 20-án szintén vasárnap kerül majd megrendezésre, az a 15 órai kezdettel. A Bőcs pedig majd az elkövetkezendő fordulóban is idegenben látogat még hozzá Berettyóújfaluba. Nem vár rájuk egy sem könnyű mérkőzés, de hát nekik most már minden mérkőzés ugyanúgy létszükséglet, mint nekünk, csak mi a bajnoki címért küzdünk. Hoppá! És ott van közben egy remek kínai figura. Kis Krisztián pedig értékesíti a helyzetet. Második gólja Kis Krisztiánnak. Nincs labdaszerzés, kapufa viszont van a vendégnél, rá kéne vetődni. Is van a labda. Találkozott a legszebb gólját láthattuk az imént. Türk Ferencet megint csak követő emberfogás alkalmaznak. Bodnár kísérgeti ezúttal a játékos edzőnket mindenhová.
kis felugrik és blokkolják, de sarokdobás következhet, hiszen beleért a blokk. Türk ma vinni ott két ember közé. És közben megint csak törlés. Viszont remek rá tövés gól. Na, kis Krisztián megrázta magát, nagyon úgy néz ki. Ebben már volt lendület, volt egy kis fifika is, és közben jön a válasz. Kócs eredményes. Sokáig vezettünk, tehát 4-jel. És a bejátszás Nácsának, Nácsát fogja meg. Kovács Dávid. Kis. Megint csak bemegy. És ezt is bedobja kis Krisztián. A lapszerzőt megtáltosok a csapatkapitányok, a száma kis Krisztián. Viszont 1-17, bemódosul időközben, tehát az állást ezzel a kis Krisztián találattal. És most már az utolsó 10 percében vagyunk a találkozónak. Rigó teszi tovább a labdát, nagy, aztán Bodnár. Rendületből Bodnár. Belemenés bizonyán, egyszerűen rárepült Kovács Lászlóra. És remek a passz is, Mezei viszont nem tudja összeszedni. Túl erős volt, azt gondolom. A passz is nem számított erre. Mezei mindesetre jót gondolt Fülöp, de Mezei nagyon meglepte ez a átadás. Benyúz, és ott van az újabb gól. Kicsit felgyorsította a tempót a Tiszavasmári Molnár András időkérését követően. És ez a tempó egyelőre úgy néz ki, hogy most már sok a Bőcsi együttesnek. 22-17. Kezd megnyugtatóvá válni az előnyünk. Rigó kapja vissza, aztán Bodnár próbálna felgyorsítani, nem jó bejátszás Pócsnak, és indulnak hárman is a Vasváriból, de kis nagyon rutinosan és taktikusan, most már nem szorgalmazza annyira a gyorsindítást. Pályán Türk is. Remek a cser Kistől. Aztán Kovács akadályozza még éppen ültető terület előtt. Lenyúsz. Kis. Türk kapja. Türk becselezi magát, és hetes. Tárkányi védett ugyan, de... Ez egyértelmű büntető. Nagy nehezen felkászálódik a parketről. Türk Ferenc is átadja a labdát Nácsa Balázsnak. És Nácsa ezt is bedobja. Hatodik góljánál jár Tiszavasvári beállósa.
aki dobott. Gyorsításból is gólt, 7 méteresből is, és klasszikus beállós pozícióból is. A vendégeknél is egy büntetőidő közben úgy harcolja ki. Rigó végezheti el ezúttal is. És ezt viszont már kivédi. Bocák Kornél. Felkínálta a jobb alsó sarkot Bocák. És Rigó ezt választotta, és közben bensétált már Nácsa. Rálépett a vonalra. Bodnár ezt is védi, Bocák, a végére ő is belejön. Volt neki is egy kisebb szüneteit a második fél időben, amikor nem nagyon tudott labdákat fogni, de a végére megint csak belejön. Támadó szabálytalanság. Kis vezette bele a labdát, illetve egészen pontosan az alkarját Rigó arcába. Bejátszás, megvan a labda, lehetne indulni Nácsa, a túloldalon megy Fülöp, ő már régen szólt, és most megvan az újabb vasvári gól, hosszú idő után Fülöp is eredményes, tehát harmadik gólja Fülöp Gábornak. Újabb labda szerzés, de szabálytalankodott Nácsa Rigóval szemben. Rigó, hatalmas kapufa, és Nácsa összeszedi, akkor indulhat is a labdával, kicsit nehezen sikerült azóta összeszedni a játékszer, de aztán megúszanak a kedélyek. 24-17, nagyobb különbség a két csapat között. Jól láthatóan elfáradt egy picit a mérkőzés végére a Bőcs, és feljavult a vasvári, mind támadásban, mind védekezésben. Az utolsó 15 percre. Most sem tökéletes a játék, hiszen egy újabb technikai hiba. És jön a büntetés is, érte Kovács Dávid. Dobta fel a felugró. Bocák lábai alatt a labdát a hálóba. 24-18, ramódosul az állás. Fürk, benyúz, és pályán Lázár Attila is. A bejátszást össze is szedi, és ha már ott van Lázár, akkor be is mutatkozik egy góllal. Rigó. Fülöp áll ki két percre. Földre esett, valóban bukta, de nem látszódott innen a kommentátorállásból, hogy mi történt. Nem is bukta volt az, hanem most már az időközben helyette beállt Pető Patrik Richard. Kovács birkózza le időközben Pós Kristófot, és ő is kiáll. Pályán gazdag Richard is védekezésben. 25-18 és 2-ös ember hátrányban a tiszavasvári. Alig több mint 3 perc a hátra levő idő. Teljesen üres a szél, és labdát szerzünk. Teljes
csere a vasvárjaknál, a fiatalok a pályán. Jávor, Lázár. Még nem pont ez a kategóriához tartozik, de most Népő is a pályán. Első mérkőzés az a Tiszavasváriban, tét mérkőzésen. És nagyon be is indult. Jávor, Minfői. Jávornak pattintják ki a kezéből, gazdag összeszedi. Jávor próbálkozik, fent van a játékvezető keze, el kéne valakinek dobni. Hát nagy valószínűség szerint Jávor lesz az. Nem, aztán meglepetésszerűen Lázár próbálta meg. Visszakerülje a labda hozzánk, de még továbbra is él a passzív. Sok volt már bizonya. Elveszik a labdát a játékvezetők. Kovács. Jávor esik hatalmasat. Rigó. Minfői akadályozta. És egy gól. Sárosi eredményes a szélről. Használja. Kettős ember előnyét a vendégegyüttes, ami időközben most már csak szimpra ember előny Bőcsi szempontból. Sárosi ötödik gólját szerezte, és ezzel a legeredményesebb vendégjátékos. Ők pályán, kint kapja a szélen a labdát. Fülöp, aki ezúttal is eredményes. Közben kifogálni Kovács László harmadik piros lapjával is. Harmadik két percese tehát Kovácsnak, aki hát most lehet azt mondani, a tavasszal nem sok mérkőzést fejez be a pályán, de hát ő egy ilyen játékos, védekező specialista is benne van a játékában egyértelműen az, hogy nem sikerül mindig szabályos eszközökkel megakadályozni az ellenfelet. Kovács Dávid időközben egy újabb gólt lő, szám szerint ez már negyedik gólja a vendégek közös számú játékosának. 26-20 a mérkőzés állása, és Minfőit akadályozta szabálytalanul a vendégektől Sárosi, aki szintén kiáll két percre, meglehetősen sok két percet kiosztanak a játékvezetők itt a találkozó végéhez közeledvén. És akkor most már valószínűleg az utolsó támadást vezethetjük. Na Minfői igazán bemehet, és 7 méteres. Rigó volt szabálytalan. És szépen lepörögnek a másodpercek, hiszen a játékvezetők nem állítják meg az órát, és Minfői kiharcolta a hetest, ők dobhatja az időn túli büntetőt tehát a Tiszavasváriból, és kivédi ezúttal Tárkányi. Hogy nincs Minfői gól, van viszont Tiszavasvári győzelem a mai találkozón. 26-20 arányban nyerte át a Tiszavasvári Kvik 2000-ese csapata a Bőcs KSC csapata ellen. Olyan mérkőzésen, ahol a Vasvári azért finoman fogalmazva sem nyújtott 100%-os teljesítményt, de végül 10-15 percnyi jó játék, jó védekezés és jó összeszedett támadójáték is elegendő volt ahhoz, hogy két vállra fektesse meglehetősen lelkesen küzdő ellenfelét, mert valljuk be, a Bőcs azért 45-50 percen keresztül jól tartotta magát, és a második félidő közepén volt olyan időszak, amikor csak egyen vezetett a Tiszavasvári, de a végén 6 góllal magabiztosan nyerte át a Tiszavasvári, be tudta gyűjteni az újabb 7 bajnoki pontot, amelyhez gratulálunk természetesen a csapatnak, és további
hasonlóan sikeres folytatást kívánunk a következőekben. Ahogy említettem, az Izbarcikára látogat a Vasvár a 15. fordulóban, és a következő hazai megméretetés majd a Mezőköves csapata ellen lesz. Március 20-án, vasárnap, 15 órai kezdettel. Tartsanak velünk a Tiszavasvári tévén, avagy látogasson, aki természetesen a Tiszavasvári sportcsarnokban, hiszen éresedik a helyzet a bajnokságban. Továbbra is kézilabda csemegéket lehet látni jó hangulatban, egy jó tiszavasvári csapattal, amely kiváló közösséget alkot, de azt láthatjuk itt hétről hétre. Bízunk benne, hogy ez a későbbiekben is így lesz. Én most ezekkel a mondatokkal és képsorokkal búcsúzom önöktől a viszontlátásra, a viszonthallásra. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah.